Nem csak az ünnepnapon, hanem az év minden napján kiemelt megbecsülést és tiszteletet érdemelnek azok a pedagógusok, akik munkájukat hivatásként végzik, mondta Sipos Imre helyettes államtitkár a pedagógus nap alkalmából megrendezett ünnepségen. Ballagó Zoltán az EGRI tankerület igazgatója a közoktatást érintő átalakítás kapcsán úgy fogalmazott. Komoly előrelépés történt 2013. szeptemberében a pedagógusok társadalmi presztízsének növelését illetően. Bevezetésre került a pedagógusok előmeneteli rendszere, melyel megkezdődött ez a fontos folyamat, hogy végre valahára elismerve legyenek pedagógus kollégáink. Az ünnepségen arany, gyémánt, vas és rubindíszok levéllel köszöntötték az 50, 60, 65 és 70 éve diplomát szerzett pedagógusokat. A 98 esztendős Csízi Erzsébet gránit diplomát kapott, 75 évvel ezelőtt végzett az EGRI Angol Kisasszonyok és Segítanító Képzőintézetben. Dolgozott többek között szatmárnémeti mellett és felnémeten is. Az Andornak Tájai iskolából vonult nyugdíjba, ahol 23 évig tanított. Mint mondta, számára mindig az volt a legfontosabb, hogy ne csak tanítson, hanem neveljen is, és mindig nagy szeretettel forduljon a gyerekek felé. Majdnem mindig első-másodikat tanítottam. És az a kis aranyos kis arcuk, szemű, ragyogó szeretet. Szóval azt elfelejteni nem lehet. Az ünnepségen Habis László polgármester pedagógus szolgálati emlékéremmel köszönte meg a nyugdíjba vonuló szakemberek munkáját. Polgármesteri elismerésben két pedagógus részesült, és kiváló munkáért elismerést is ketten kaptak. A közgyűlés öt szakembernek ítélte oda az Eger kiváló pedagógusa kitüntetést, Pro Agria szakmai díjat hárman kaptak.